Nem vízipóló következik, bár a labda és az úszás itt is fontos részlet, előnti az adóssága a magyar labdarúgó élvonalat, amíg a válogatott 44 év után EB résztvevő, a hátországban az adósság ráta, azaz a tőke feszültség igen magas, a Lokinál és a Vidinél még talán a legkevésbé. Piaci szempontú vizsgálat az M4.hu szerzőjével. Székely Saroltával ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért fontos, az kezdjük azt, amikor az ember megvizsgálja mondjuk a magyar labdarúgó klubokat, hogy egy stabil gazdasági vállalkozásnak a tőkéje legyen, mint amennyit évente költ. De egyrészt azért fontos, mert ez biztosítja azt, hogy ne termelődjön veszteség, és ugye, ha nincsen veszteség, akkor akkor nem apad a, a tőkéje a kluboknak, tehát megmarad egy ilyen stabil láb, lábakon a gazdálkodás, és és hát egyrészt, másrészt pedig ugye a váratlan kiadások miatt, tehát sokkal megfontoltabban tud gazdálkodni, esetleg uh, jobban be tud vállalni kockázatosabb üzleti lépéseket, vagy esetleg egy nagyobb vásárlás, hogyha egy megfelelő gazdasági hátország van mögötte, úgymond. Nos, hogyha így ránézünk a magyar labdarúgó nb re és a klubokra, akkor azt gondolom, hogy talán a legfontosabb megállapítás az az, hogy ezeknek a kluboknak a gazdasági működése jó részt a befektetők, a tulajdonosok kölcsöneiből történik, nem? Pontosan. Um, egyrészt tulajdonosi kölcsönök, hitelek, tőkepótlások, pótbefizetések, másrészt, um, hát ugye, tagadhatatlanul állami um, támogatás is van ugye a klubok mögött. Gondolhatunk például a TAO rendszerre, a TAO támogatásokra. Um, másfelől pedig um, um, egyes klub esetében piaci alapú hitelekre is szükség van ahhoz, hogy megfelelően tudjon gazdálkodni egyébként. Az már egy kicsit veszélyesebb műfaj, fajna? az mindenképpen veszélyes. Ezt vissza kell fizetni, mert ugye azt látjuk itt a tulajdonosoknál, hogy ezek a tulajdonosok ezek gyakorlatilag írtozatos áldozatokat hoznak, hiszen ezt a pénzüket, ha ránézünk a könyvekre, nem fogják viszont látni soha. De legalábbis nagyon. nagyon sokáig nem fogják. Nagyon viszont. sokáig nem fogják, és nagyon kevés esély van arra, hogy viszont a pénzüket. Erre például egyébként nagyon jó példának fel lehet hozni a videótont, amely az elmúlt néhány évben, 2012 óta a tulajdonos több mint 4 milliárd forintot tett be a, a társaságba és ezzel szemben a, a, klub az szintén több mint 4 milliárdos veszteséget termelt. Ha egy kicsit végigmegyünk ilyen szempontból a, a tabellán, akkor hogy is nézzünk ki, mert hogy itt már az elején kiemeltük a vizsgálatotok szerint a Debrecen és a Videoton esetében nem annyira hatalmas itt ez az adósság ráta, de akkor kik itt a, ebbe is a Fradi bajnok. Igen, ebben is a negatív bajnok a Ferencváros, ugyanis az adósságrátája alapján háromszor több pénzzel tartozik, mint amennyi saját tőkéje van. Viszont igaz, hogy ez elég meg durvának hangzik, viszont ennél rosszabb helyzetben van az Újpest, ugyanis esetében mínuszos lett a ráta, ez annak köszönhető, hogy mínuszos a saját tőkéje is, tehát kvázi elfogyott a, a pénze, és a törvények, szabályok alapján, hogyha ez két egymás követő évben megtörténik, akkor mindenképpen szükséges valamilyen tulajdonosi tőkepótlás, vagy tulajdonosi pénz becsatornázni a társaságban annak érdekében, hogy ne szűnjön meg a klub. Vagy pontosabban a társaság. Igen, hát akkor nyilván ez fog történni. Akkor a majd a belga tulajdonos beteszi a, a, pénzét. A Fradinál mi okozza ezt a hatalmas számot? Ugye sikeresen szerepel, és látható, hogy a bevételek is megnövekedtek, de akkor ezek szerint akkor a kiadások is megnövekednek, nem? Kiadások is nem feltétlenül lenne kötelező, hogy megnövekedjenek, tehát hogyha megfontolt, óvatosabb gazdálkodás folytat a társaság, akkor elképzelhető, hogy ugye a költségeket próbálja a megnövekedett bevételek ellenére is szinten tartani, viszont azt tudni kell, hogy a Fradinál, illetve még néhány másik klubnál is például a személy jellegű kiadások, tehát a bérköltségek azok annyira magasak, hogy a bevételeket is meghaladják. Na most öm, itt nyilvánvalóan egy olyan előre menekülést látunk, vagy a Ferenc esetében, öh, hogy szeretnének egy nemzetközi szintre eljutni, mert hiszen öh, ha ebbe a nemzetközi körforgásba bekerül egy futballcsapat, az viszont hatalmas bevételeket hoz majd onnan. Ez mindenképpen így van, viszont kérdés, hogy ez ugye mikor tud megtörténni, illetve, illetve megérje belefektetni akkor a pénzösszeget. Tehát szerintem ez egy viszonylag rizikós játék, tehát nem biztos, hogy két-három éven belül garantálta a rendszeres nemzetközi kupa szereplés. Mit gondolsz, persze idealistaként is, meg a piac szavai szerint is lehet ezt vizsgálni, meg kicsit realistában is a magyar piaci sajátosságokat, vagy félpiaci sajátosságokat. Szóval, hogy összességében ennek az mb egyben ben futball nba ben meglévő tőke hiánynak hosszú távon milyen következményei lehetnek? Ezt nehéz megmondani, szerintem jó ideig még biztos, hogy szükséges a tulajdonosok türelme és jó indulata. Másrésztről pedig a piaci alapú működés kellene, egy olyan, egy olyan üzleti modát kellene felépíteni, ami ami arra épít, hogy a piacról származzanak a bevételek, származzan a bevételek, döntő döntőrészetet, a jegybevételek, bérletbevételek, szponzorok, reklámok. Merchandising. Igen, elarázik, és a, egyre nem? inkább háttérbe szoruljon egyrészt az állami támogatás, másrészt pedig a tulajdonosi hozzájárulás. Ez például el lehetne úgy valamennyire érni, hogyha a gazdasági stabilitásnak ez az oldala, tehát mondjuk az adósságráta az komoly szempontán válna a licenszek kiadásánál? Hát, ha azt mondanák, hogy ilyen is ilyen ráta lehet, akkor mondjuk megszűnne az NB1. Ilyen lehet, hogy megszűnne, viszont elképzelhető, hogy sokkal megfontoltabb gazdálkodásra készíthetné a tulajdonosokat, illetve a cégeket, hogyha lenne egy ilyen kitétel. Most alapvetően azt látjuk, hogy általában a durván megugró arányromlás, mondjuk nézzük, hogy a, a feljutó csapatokat, mert ugye ezt is néztétek, annak az lehet az oka, hogy, és a legtöbb helyen a fő dolga, amit már is említettünk, hogy a bér, tehát a meg az itt a legnagyobb kiadás, igaz? Tehát a futballistákat fizetni, és drágán fizetni. Igen, igen, nagyon drágán fizetik a futbolistákat. Egyébként nagyjából a tavalyi most véget ért a NB1-es szezonban az NB1-nek a fele. Felére jellemző az, hogy több, bér, több bérköltséget termel, mint amennyi bevétele van. És ez ugye már eleve egy rossz helyzetet idéz elő, tehát innentől, innen nagyon nehéz pluszba fordítani Bilágos, a mérleget. Tehát tavaly hogy a magyar NB1-fele, tehát abból a hat csapatnál több a, a bérkiadás, mint a teljes bevétele a, a, a klubnak. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy amióta arab és ugye egyre inkább kínai, illetve távol-keleti oligarchák öntik hobbi befektetéseiket ugye az európai topfutballba, Lásd a Premier League, hát ott sem nagyon más a helyzet. Nem véletlenül jönnek a pénzügyi fair play-jel, tehát, hogy hogy tehát ott, ott, ott se a piaci jellegű működés felé halad a futball. Nem a felé halad, viszont a, szerintem már nagyon jó alapja van a piaci jellegű működésnek. Az, hogy ilyen oligarchák beszélnek a klubokban, szerintem felelőtlenséget erősítheti, tehát gondolhatják úgy a klubok, hogy nem baj, most mínuszos, hogyha probléma van, akkor úgyis van mögöttem egy olyan tulajdonos, aki a szükséges milliárdokat betolja a klubba. A más részről ez ugye a verseny, piaci verseny szempontjából sem megfelelő, vagy nem előnyös, hiszen az a klub, amely mögött nincsen ilyen oligarhaz. Hát amely piaci alapon próbál gazdálkodni, Igen. hátrányba kerül. Mindenképpen. Az, aki azt mondja, hogy bármi történik, majd Abdul vagy Szergei úgyis betolja a pénzt, a, vagy csend a végén. Na most, hogyha a futball egy ilyen hobbi mecenatúrává válik a milliárdosok számára a nagyban, tehát e felé halad a világ, vagy éppen kicsiben politikai sündörgésé, mint nálunk is van rá, példa, akkor majd milyen piaci logikákat, meg mérő számokat lehet számon kérni? Ez egy nagyon jó kérdés, amire nem biztos, hogy lehet uh, válaszolni. Szerintem lehet itt utána nézegetni ilyen adósságrátákat, veszteségeket, költségszinteket, viszont sok jelentősége nem lesz, mert ugye, hogy a videótan esetében is évről évre betolja a tulajdonos a milliárdokat, hiába rosszak a számok, több mint egy milliárddal tartozik a társaság, nem lesz, túl nagy következménye, esetleg akkor, hogyha a tulajdonos azt mondja, hogy jó, nekem ebből elég volt, most már szeretnék valamit vissza is kapni abból, amit befektettem. Akkor könnyen lehet, hogy barátkoznunk kell azzal a gondolattal, hogy a labdarúgást általában is a felé a világ, hogy ebből a piaci logikából ki kell venni, hiszen valóban gazdag embereknek egy olyan hobbija lesz, hogy most veszek egy René Magritte festményt, vagy pedig veszek egy belga vagy magyar futballklubot. Én mindenképpen úgy tűnik, hogy ez, ez egy új hobbi lesz. És az oligarchák játszótere lesz a Igen, mert hiszen azt látjuk, hogy itt igazából a, a hátra az, az csak akkor menne, hogyha valamit a bérekkel kezdenének. Ugye, mert ez ugyanígy ott is a játékos bérek azok, amelyek így módon elszabadítják a poklot pénzügyi megkönyvelési értelemben. Ha ott nem hoznak plafonokat, meg nem tudják lefelezni ezeket az kereseteket, akkor nincs esély. Nem? nem sok esély van, igen. Tehát a bérekkel mindenképpen kezdeni kellene valamit. Hát igen, nem egyszerű a helyzet, minden esetre akkor a, az esetleírást megcsináltátok, hogy ennek lesznek a következményei, mindkettőnek vannak kétségei. Igen, pontosan. Köszönöm szépen, Nikolta. Én köszönöm.